zene kellemes összhangban. Mindannyian szeretnénk megérteni a világunkat, a dolgok történéseit. A tudomány és a művészet ehhez ad eszközöket, ehhez ad nekünk nézőpontot. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és a Csíki Székely Múzeum leköszönő igazgatója, Gyarmati Zsolt üdvözölték a Mikóvár udvarán összegyűlteket, akik mindannyian földiük Barabási Albert László tiszteletére és munkája iránti érdeklődéssel gyűltek össze. Ez egy közösségi munkának az eredménye. Egyik a másik nélkül nem ütözik. Hiába hozunk be a designert a laborunkban, ha nincs egy tartalom. És hiába van tartalom, ha nincs egy esztétikai igény, és nincs meg az a kapacitás, hogy megvalósítsuk. Ami különleges a Barabási lelben az, hogy ez a két dolog összejött, és ennek a terméke megmutatható végre egy ilyen. Barabási Albert László rövid magyarázattal segítette az érdeklődőket abban, hogy a tárlat ne csak vizuális élményt jelentsen számukra, hanem a tudományos részéhez is támpontokat kapjanak. A tárlaton egyébként háromnyelvű magyarázó táblák is megtalálhatók, a megnyitón ugyanakkor a fizikus tárlatvezetést is tartott az első látogatóknak. Ez egy 6 hónapos folyamat volt számukra az egész kutatás vagy a vizualizáció. Barabási részletekbe menően ismertette a Barabási Lab néven megjelenített együttműködési platformot, ahol több tudományterület szakértői dolgoznak művészekkel és tervezőkkel együtt, előmozdítva ezzel a hálózatok vizuális szókincsét. Számára mindig fontos volt, hogy tudományos munkásságát mindenki számára elérhetővé és érthetővé tegye. Az igazság az, hogy rengeteget dolgozok ezen, hogy ez érthetővé váljon, hogy hogyan kell kommunikálni, és ez megint innen jött. Itt volt, amikor gimnazistaként az első cikkemet írtam a 7 számára, majd mikor egyetemista voltam, akkor rendszeresen dolgoztam úgy a 7, mind a TED számára, mind úgymond tudományos ismeretterjesztő újságíró. Tehát valahol már akkor diákként próbáltam magamba szívni azt, hogy nem elég a tudománnyal foglalkozni, ezt úgy el kell magyarázni, le kell bontani, hogy ez érthetővé legyen. És ez az egész is erről szól, a kiállítás, hogy hogyan tudjuk lebontani ugyanazokat a tudományos gondolatokat különböző nyelvekre. Írott nyelvre, vizuális nyelvre. Ebben a tudomány elérhetővé tételében játszik fontos szerepet a művészet. Nekem ez egy szerves része, mert hogy a művészet az eszköz, amelynek segítségével meg tudjuk jelentetni mindazt, amivel foglalkozunk, és mindig is azért insisztáltam a laborban, hogy ezeket meg kell csinálni, mert ha látjuk, akkor érezzük, és akkor sokkal értelmesebben tudunk tovább lépni, a következő lépést megtenni. Úgyhogy ezeknek a munkáknak a nagy része, igenis a kutatási folyamatnak a szerves részei, és mondhatni azt, hogy véletlen, nem teljesen az, hogy ezek esztétikailag is élvezhetők, az a másik énem. De ha még nem is lenne esztétikailag élvezhető, akkor is kellene csináljuk, meg kell, hogy érezzük azokat az objektumokat, amelyeket kutatunk. Mindig kérdezik tőlem, hogy a képzőművészeti kiállításra hogy kell nézni. És akkor azt szoktam mondani, hogy csak nézni kell. Vagy megfog, vagy nem fog meg. Ezek is ugyanolyan, hogyha képzőművészként kezeljük, képzőművészeti alkotásként kezeljük, vagy megfog, vagy nem fog meg. Viszont itt van egy olyan, hogy van egy kulcs ezekhez a képekhez, és azt a kulcsot, ha elolvassuk, akkor már mindjárt jobban el tudunk mélyülni az egész dologban. Úgyhogy szerintem persze mindig jó, ha itt van a művész, jelen esetben Barabási Albert László is elmeséli, hogy mi miről szól, de azért elég jó háttérinformációval szolgál az egész kiállítás. Egér agynak az ábrázolása ugyanazzal a képlettel, mint amelyik a másik teremben található, ugyanazt a képlettel. Barabási kutatásainak középpontjában a dolgok és jelenségek közötti, többnyire láthatatlan összefüggések keresése, az ismétlődő mintázatok felderítése áll, amelyek összekapcsolják a természetet, a társadalmat, a nyelvet és a kultúrát. A hálózati szemlélet olyan átfogó, egyetemes módszerrel kecsegtet, amelynek segítségével szinte minden összefüggés a természettudományos precizitással vizsgálható, írja a kurátor. Így például a világjárvány kialakulásának, terjedésének megértésében is fontos szerepe van. A hálózatelmélet valamilyen módon pont akkor lett prominensebb, hogy a Covid-en keresztül mindenki rájött, hogy hálózatokban élünk, mert hálózatokon keresztül terjed a Covid, hálózatokon keresztül kell meggyógyítsuk, azon kell megállítsuk, és így tovább. Tehát, hogy valahogy
Szomorú módon a Covid egy lehetőséget adott a házatelméletre, hogy hétköznapi témává váljon. A vacsoránál az emberek nem a legfrissebb Netflixről beszéltek, hanem arról, hogy mi a reproduktív szám, és hogy hány ember fertőződött meg, és hogyan, és milyen házatokon terjed. Tehát ilyen szempontból a Covid volt az első nagy krízis, ahol tényleg a házatelmélet nagyon is szerves szerepet játszott abban, hogy ezt valamilyen módon leküzdjük, és ezen keresztül egy hihetetlen ráérzést adott a társadalom számára, hogy igenis kell a házatokkal foglalkozni. Barabási Albert László Csíkkarcfalván született fizikus, a Csíkszeredai Mártonáron gimnáziumban érettségizett, a Bukaresti és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott, a Bostoni Egyetemen szerzett tudományos fokozatot, számos tudományos díj tulajdonosa, a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. A hálózati vizualizáció folyamatát bemutató Rejtett mintázatok című kiállítása a Csíki Székely Múzeumban 2022. augusztus 28-áig látogatható.